Gyerekek, látjátok, padlón vagyok. Kész. Annyi. Nem a koronavírus. Ne aggódjatok miattam. Nem azért vagyok a padlón. Fölállok innen is. Hanem azért, mert dobtam egy hátast. És hogy ezt a hátas dobálást minek köszönhetjük, kedves Gőzdér barátaim, hát bizony nagyon sok mindennek, de elsősorban most új ízekről lesz szó, amelyek hát számomra újak, lehet, hogy számotokra már annyira nem, de hát én igazából az Omertától dobtam hátast. Két ízt vásároltam meg az Aroma Paradise kínálatából, mert nem hagyott nyugodni az, hogy léteznek ilyen általatok is nagyon dicsért, nagyon különleges és nagyon exkluzív árában is sajnos görög aromák, úgyhogy róluk lesz még szó ebbe a mai műsorban, de azon kívül még valamiért dobtam egy hátast. Egy kedves csatorna néző megkeresett engem az elmúlt napokban, hogy ugyan adjam már meg a posta címemet, mert szeretne küldeni valami gőzöléssel kapcsolatos dolgot. Hát egy pillanatra megijedtem ebben a vírusos járványos időszakban, hogy mi jöhet tőle, remélem, hogy nem valami finom ízt kevert, és azt akarja elküldeni nekem így bemutatóra. Hát így nem nagyon volt hajlandó elárulni, hogy mi az, de aztán úgy gondoltam, hogy kockáztatunk, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz a postás. És hát emberek, szóval a meglepetéstől köpni jelni nem tudtam, amikor kibontottam a csomagot. Nézzétek meg ezt a gyönyörű alkotást. Kérlek szépen, ez egy börtök, övre szerelhető, és nem is akármilyen. Egyrészt van rajta gőzlér paraszt logó, az mindenképpen különlegessé és egyedivé teszi ezt a börtökot, de hihetetlenül is trapabíró, tehát olyan öv csipesz van rajta, amit így kézzel nem bírok elmozdítani, és hát ezt fel fogom tenni majd valószínűleg nyáron az övemre, mert ez onnan biztos, hogy nem esik le. És akkor kérdeztem ezt az úriembert, aki egyébként bajai, értem azzal a gyanúperrel, hogy hát véletlenül azért akarja nekem elküldeni ezt a tokot, mert hogy ő szeretné egy kisiparba gyártani másoknak, nektek is ilyen tokokat, ezekért jó pénzt el lehet kérni, ezek nagyon sokat értenek, és képzeljétek, nem. Az úriember, akinek a nevét nem árulom el, azért készítette ezt a tokot saját magának, neki is paranormálja van egyébként, mert hogy mindig is szeretett volna egy ilyen védőtokot, de nem talált persze méretest, és hát elment egy bőrdíszműveshez, és megkérte, hogy csináljon neki egyet. És a bőrdíszműves csinált neki egyet, amit állítása szerint már hazafelé eldobott, annyira nem működött a tok, annyira bizonytalan volt, vagy nem volt biztonságos, és ő maga kitanulta a mesterséget, és azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes alkotást készített, ez egy nagyon masszív, nagyon kemény, rendkívül jól használható tok, úgyhogy én csak azt mondom, hogy próbálom őt rábeszélni arra, hogy esetleg, ha mégis valaki jelentkezne egy ilyen tokért, hogy akár paranormálhoz, vagy más módhoz, hogyha megadja a méreteit pontosan. Ez egy hordozó tok, tehát ebben nem lehet nyomni a tűzgombot, meg állítgatni, meg semmi ilyesmit nem lehet. Tehát ez nem csak egy védőtok, hanem ez egy védő és hordozó tok egyben, de ez benn van az övedbe, kikattintod a kis csatot, az gyorsan, könnyedén megy, kihúzod a modot, és akkor lehet persze vépelni. Na, szóval... megvattáztam ezt a csodát, és elsőként benedvesítem a karáttal. Amit meg is illatolunk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes, erőteljes dohány íz, ezért is választottam ezt. Sajnos nagyon viszitek az omertákat, úgyhogy sokat nem tudtam megvenni már az Aroma Paradise kínálatából, mert egyszerűen nem volt. Elfogyták magukat. Érdekes egyébként ez a pszichológia, hogy ha valami drága, akkor két eset lehetséges. Az első az, hogy tényleg jó. És tényleg az egyik legjobbak közül való. Drága volt előállítani, és ezért megéri drágán forgalmazni. A másik az, hogy nem annyira jó, középszerű vagy egyenesen rossz, de hát úgy gondolták a
forgalmazók, gyártók, hogy jól felsrófoljuk az árát, hogy azt mutassuk, hogy ez az egyik legjobb a piacon, és akkor ezért fogják vásárolni ezt a terméket. 4500 forint környékén van egy ilyen long fill, ami azt jelenti, hogy 60 ml likvidet lesz belőle a végén, 20 ml az aromának a tartalma, a 60 ml üvegbe, címketeteikkel fölzúzni, egyébként lehet egy kicsit tovább is, nagyon erős, nagyon intenzív az aroma, gyönyörű a kivitel, ez a holló, ez valami fantasztikusan szépen csillog, és tényleg, ahogy rá is van írva, ez egy prémium széria itt elsősorban. A omerta szó az hallgatási fogadalmat jelent, amelyet a börtönből szabadulóknak szoktak kitűzni így hallgatási fogadalomként. Azért van itt egyébként két RTL-ban szerelt mod is, mert ezt a két omerta aromát betöltöttem, az egyiket a Hutuluba, a másikat pedig a Brünnhildába, úgyhogy de először a dripperből kóstolom. Kicsit túlpörgettem a dripper. Visszáveszem a teljesítményt. Na, szóval a Karát Gold és a Woody Tobacco megjelentek az Omerta kínálatába fa ízű likvidek. Ez azért érdekes, hogy nagyon szeretjük azokat a viszkiket, amelyeket ugye tölgyfahordóban érleltek, tölgyfahordóban érlelt pálinka, és ez a szép sárga, gyönyörű, patinás szint ad ugye az alkoholos italoknak, de ízt is ad. Tehát a tölgyfának van egy ilyen nagyon kellemes, nagyon oldon, ősi, nemes íze, amit úgy önmagában nem szoktunk tölgyfát rágcsálni, hát nem vagyunk mi szarvasbogarak, de attól függetlenül azért nagyon finom ízt tud kölcsönözni az alkoholos italoknak, és hát úgy látszik, hogy a dohányos ellékvideknek is. Valahol ez mégis azért egy desszert dohányos történet, tehát itt azért lehet érezni más ízeket is az omertának a vudiám. És ezt a füstös, karakteres dohány ízt egy pici, nagyon halvány bourbon vaníliával ellensúlyozták, ami nekem egyébként az egyik olyan aroma, amitől a leginkább kiszaladok a világból. Ennek ellenére mégis kellemes és mégis elviselhető, olyannyira, hogy 3-5 napos érlelést követően ezt az RTA-t már negyedjére töltöm föl a Karátnak a Woodyával. És hát ebben még fantasztikusabb az íz egyébként, mint a kis dripperben. Tehát a vanília semlegesíti egy kicsit ezt a nagyon analóg, nagyon füstös dolgot, ellágyítja, kicsit krémesíti, de nem lesz tolakodóan desszertíz, nem lesz ilyen vaníliás, süteményes dolog. Amit én, aki ugye nagy rajongója vagyok a MTL-es dohányízeknek, hát nem igazán kedvelek. Úgyhogy ezt bátran merem annak ajánlani, aki csak úgy éppen ismerkedik a desszertízek világával, de még azért tudja, annyira nem szeretne nagyon mindenféle süteményes dolgokat kipróbálni. Úgyhogy ez egy ilyen egész nap szívható, nagyon kellemes, tényleg prémium ízű cucca görögöktől, az omertától. Nagyon ott van. Egyedi ízekről van szó. Nagyon sok ízt kínálnak itt az Aroma Paradise-nál is, 14 fajta omerta létezik. Ezekben a gyümölcsösöktől kezdve a vadon dohányosokon keresztül a különböző desszertízekig minden megvan a kínálatban. És hát, hogy én is egy kicsit elvaduljak, ezt a gyönyörű Dom Pietrót választottam az Omertának a másik sorozatából, szinte a Premium sorozatából, a The Dons sorozatából. Ezek ilyen szerintem ilyen mafiózós történetre hajaznak egyébként. Gyönyörű holló, a hallgatás szimbóluma itt rajta a dobozom. És hát kicsit féltem ettől, de mivel nagyon-nagyon szeretem a túrós süteményeket és a túrótortát is,
Ezért úgy gondoltam, hogy most az egyszer bevállalok egy túrós ízt, és nem bántam meg. A újravattázást követően jöjjön a Don Pietro innen a dripperből elsőként. Brutális. Brutális még így MTL-ben is, aztán később különböző fórumokon rám szóltatok, hogy hát de ez DL-be való, és DL-ben fenomenális ez a túrótortás íz, tiszta hülye vagy, hogy MTL-ben keverted meg, és én visszakérdeztem, hogy és egyébként ti próbáltátok MTL-ben? Hát akikkel én beszéltem, azok nem, úgyhogy próbáljátok ki nyugodtan MTL-ben is, de DL-re ajánlják, tehát ezt így el kell, hogy mondjam, ez egy DL cucc, de én mivel olyan ritkán DL-ezek, hát hadd élvezzek már DL ízeket MTL-be is, talán nem olyan nagy bűn az. Gyerekek, ez valami fenomenális. Nagyon izgalmas. Én nem tudom, hogy miért, lehet, hogy annyira dohányos ízeket szívok. Érzek benne egy kis dohányosságot is. Most a Brünnhildában van. Egyébként itt lakik, ide költözött a Brünnhildában nekem a Don Pietro, a túrótorta. Tökéletesen ugyanazt az ízt érzem mind a két kazánból, hát a Brünnhildából egy kicsit megszokottabb, intenzívebbek az ízek. Nem tudom, tényleg van egy, nekem van egy kis analóg vonulata, nem édes a túrótorta. Tehát nem az a geil, gusztustalan desszertíz, amit olyan sokszor lehet különböző desszertízű cuccoknál érezni. Leginkább is én legutoljára a Flavorist-nek a Havannájában, vagy a Tabac Royale-ban, vagy a Southern Smoke Liquid-nél éreztem ezt, hogy ott vannak a süteményes jellegek, de finomak, kulturáltak, élvezhetőek, és nincs ez a tolakodó, geil, láj, nagyon édes akarok lenni, rettentően cukros és izgalmas dolog akarok lenni, ebben ott van a krémesség. Határozottan ott van a túróíz, de ez nincs felütve semmi durvasággal, olyan, mint az édesanyám túrós palacsintája, aminek soha nem tudok ellenállni, ami a finom tejföllel, vaníliás cukorral, mazsolával, citromhéjjal, összefut a nyál a számba, mazsolával készül, zseniális palacsinta, amiből rengeteget meg tudok enni, látszik is rajtam. Ez egy igazi desszert, ami nem hízlal. Úgyhogy mindenkinek ajánlom palacsinta meg túrótorta helyett a Omerta Don Pietroját. Fantasztikus. Ne felejtsétek el, hogy egy nyereményjátékon vehettek részt most. Itt a előző videót nézzétek meg feltétlenül, mert remek dolgot lehet nyerni. Ajánlom figyelmetekbe a Koi Masternek a remek felújító DIY készletét. Minden vépernek, aki maga tekeri otthon a kazánjait, elengedhetetlen eszközök vannak benne. És azt se felejtsétek el, hogy hamarosan újabb és újabb videókkal jelentkezünk itt a Gőzlér Paraszton, mert nem csak ezt a két aromát vettem az Aroma Paradise-tól, hanem kipróbáltam a Joker és a La Tabaccheria sorozatokat is, de ezeket majd egy-egy külön videóban fogom összefoglalni hamarosan. Addig pedig élvezem az omertákat, és kérlek titeket, hogyha ti is kipróbáltátok már az omertákat, akkor írjátok meg ti is, hogy nektek melyik jött be a legjobban. Valószínűleg, hogy fogok még rendelni tőlük. A The Boss az eléggé izgat engem, mert nagyon szerettem a csonthéjas diós ízeket, és van még egy-kettő a kínálatban, amire úgy fölkaptam a fejemet, és azt mondtam, hogy talán ez lehet, hogy kedvencem lesz, bevállalom majd a jövőbe. Ameddig a földkerek, mindig lesznek véperek, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, az egészségetekre, ne kapjátok el a vírust, a járvány, ne legyen úrrá rajtunk, erősebbek vagyunk nála, hiszen a véperek összetartanak. Szevasztok!